Sziasztok! Remélem sokaknak aktuális lesz a mai videó témája, mégpedig az, hogy esküvőkre vendégként mit is vegyünk fel mi nők. Nyáron úgy érzem, hogy helye van ennek a témának, hiszen ugye Magyarországon a legtöbben május és szeptember között házasodnak. Én is egyébként hivatalos vagyok majd augusztusban egy esküvőre, amit nagyon-nagyon várok, és a korábbi években is már volt szerencsém. Hát úgy évente talán egy-két esküvőre elmenni meghívott vendégként, és ilyenkor ugye azért elég nagy kérdés, hogy mit is vegyen fel az ember. Szóval most megmutatom nektek azt hiszem, hogy talán 6 ruhadarabot, amit én nagyon-nagyon szeretek, évek óta megvannak, és amit én szívesen hordanék egy esküvőn. Főleg talán azért is lesz hasznos ez a videó, mert ezek olyan márkáktól vannak, vagy olyan helyekről rendeltem, ahol amúgy óriási a választék esküvői vendégruha téren, úgyhogy ott még ti is körbe tudtok nézni, illetve nem csak nyilván esküvőkre, hanem bármilyen más alkalomra, szóval alkalmi ruhákról lesz most szó. Na kezdjük egy olyan ruhával, ami legalább 4 éve, vagy talán még több ideje megvan már. Ez egy magyar tervezői darab, egy Daubner Anna ruha, amit nagyon-nagyon szeretek, és egyébként ezt nem is esküvőre vettem fel korábban, hanem különböző alkalmakra, nyaralásra is amúgy, de nagyon-nagyon szép. Az anyaga, az esése szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. És ha magyar márkákról beszélünk, akkor most a Nanásztól nem hoztam ruhát, mert nekem fehér ruhám van tőlük, amit nyilván egy esküvőre nem vennék fel. Viszont ki akartam emelni mindenképpen a Nanászt is, mert ott is van nagyon sok nem csak vendégeknek ruha, hanem koszorús lányoknak is, szóval, hogyha valaki hasonló vagy ugyanolyan ruhát szeretne a koszorús lányainak, akkor amúgy azt is ott megtalálja. Hogyha megfizethető alkalmi ruhákról van szó, főleg olyanról, amit gyorsan szeretnénk beszerezni, akkor szerintem mindenki a Zarába ruhan először, és én is egyébként ezt tettem, szóval ez a sötétkék ruha, ez Zarás. Nagyon-nagyon szép egyébként, tök jó az anyaga, én szeretem, hogy ilyen kis vékony és lenge, és ezt a barátom nővérének a polgári esküvőjére vettem fel, szóval végül is igen, egy esküvőm volt rajtam, és még lesz is, mert nagyon-nagyon szeretem tényleg ezt a ruhát, nagyon jó a színe. Az alkalmi ruhák amúgy nem mindig jók az Zarában, főleg azért, mert a varrásuk nagyon furcsa, szóval egyes helyeken tud szorítani, meg furán állni. Ebben a ruhában nekem kifejezetten tetszik, hogy nem feszül rám, hanem hagy egy kis mozgásteret, de gondoltam, megemlítem, hogy szóval a Zarában is lehet azért jó ruhákat találni. Viszont azzal nem vagyunk nagyon egyediek, mert szerintem a legtöbben azért oda mennek el elegáns ruhát nézegetni. Szóval, ahol rengeteg az opció, az Asos vagy Asos, ki hogy ejti. Ez a sötétzöld ruha is onnan van, és ezt én egyébként még karácsonyra rendeltem 2 évvel ezelőtt, úgyhogy nem is az volt a célom, hogy ilyen kis vagy esküvőkre hordjam, viszont abszolút megállja a helyét szerintem bármilyen elegánsabb alkalomra. Ez egyébként egy midi ruha, én nem annyira szeretem a midi ruhákat, inkább vagy a mini, vagy a maxi szoknyák felé hajlok, viszont mondom ennek így, nagyon szép az anyaga, tök jó a minősége, és az Asoson millió meg egy opciót találtok, vannak olcsók, vannak drágább ruhák is, szóval én egyébként, hogyha most kéne egy esküvői ruha, mármint hogy vendégként, akkor biztos, hogy oda mennék először így nézelődni online, meg ugye gyorsan meg is érkezik, és vámmentes. Lépjünk is tovább egy nem éppen vámmentes opcióra, ami az a ruha lenne, amit a barátom nővérének az esküvőjén hordtam kint Mexikóban. Ez a ruha egyébként így álmaim ruhája, tipikusan hercegnőnek érezheti magát az ember benne. Ez a Lulus nevezetű, vagy Lulu, nem tudom, hogy kell kiejteni, mindegy, erről az oldalról van. Egyébként tudtam, hogy vámot kell fizetni, mert Európán kívülről érkezett, de nem gondoltam, hogy olyan magasat, mint amennyit amúgy kellett. Viszont szerettem volna valami olyat, ami nagyon különleges, amit évekig, vagy akár örökre úgymond a gardróbomban tárolhatok, és tényleg minden egyes esküvőre majd a jövőben megállja a helyét, és ez a ruha számomra ilyen, szóval soha nem válnék meg tőle. A következő szintén egy Zarás opció lenne, viszont ezt télen vásároltam, mert előre gondolkodtam, hogy le volt árazva, tök jó áron volt ott télen, és mondom, most úgysem fogom fél évig hordani, de majd a nyári szezonra milyen jó lesz, és egyébként lehet, hogy ezt fogom felvenni majd az augusztusi esküvőre, amivel megyek, még nem tudom. De igen, benne van, mert nagyon-nagyon szeretem ezt a halványkék színt. Illetve a ruhának ugye az extra része az az, hogy ki van vágva elől, de mégsem mutat amúgy sokat, vagy hát számomra, hogyha mondjuk valaki egy ilyen ruhában jelenne meg az én esküvőmön, akkor abszolút beleférne, és egyáltalán nem mondanám ezt ilyen kihívónak, vagy túl kivágottnak. Na végezetül beszéljünk a fekete ruhákról. Tudom, hogy nem illik feketében esküvőre menni, nem is mentem egyébként soha feketében, viszont van egy ruhám, ami szerintem megállna a helyét egy esküvőn, mert vannak olyan ruhák, amiről üvölt, hogy az nem
temetésre van például, meg nem egy sulis ünneplő, hanem egy olyan sötét színű ruha, ami abszolút elegáns, és szerintem ez a ruha ilyen. Minden esetre ki akartam emelni a márkát, mert a Naked oldaláról van, talán inkább ez a legrégebbi ruhám, mert szerintem ez már simán van, vagy 6 éves. De nagyon ritkán tudom felvenni, mert ritkán megyek ilyen nagyon elegáns, puccos eseményekre, minden esetre őrizgetem, mert nagyon-nagyon szeretem. Van alatt egyébként egy bőrszínű réteg, és az az, amit látok, szóval ott nem a bőröm látszódik ki, hanem ugye ez a bőrszínű ruhaanyag alatta. Engem nem feltétlenül zavarna, de érdekel amúgy a ti véleményetek, szóval nyugodtan írjátok meg, mert tudom, hogy amúgy a magyar esküvőkön meg még a piros szín is tabu, és egyébként nem is olyan szeretem a piros színt, úgyhogy nincsen például olyan piros ruhám, amit egy esküvőre felvennék, úgyhogy ez nem probléma. Szóval írjátok meg, hogy ti mit gondoltok, illetve a kommentekben nyugodtan ajánljatok olyan üzleteket, márkákat, honlapokat, ahonnan amúgy ti szerettek rendelni ilyen elegánsabb ruhákat. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis alkalmi ruhás videó, remélem, hogy tetszett nektek, és találkozunk holnap. Sziasztok!